Hát két dolgot tudni kell, hogy a britek elleni mérkőzés után kaptak másfél nap pihenőt a játékosok. Nyilvánvalóan ezzel jól éltek, jól kufárkodtak, ki tudták pihenni magukat, ezért látszott, valamivel frissebbek voltunk, minden esetre összeszedettebbek, és a pontos védekezésnek, mint ahogy a britek ellen is egyébként a harmadik negyedtől most is meglett a gyümölcse. Elégedett az elmúlt hetek feszített tempójának, elvizett munkával? Én több munkát szerettem volna elvégeztetni velük, nagyon sok minden okból nem lehetett ennél többet elvégezni. Amit lehetett, azt nyilvánvalóan elvégeztünk. A játékosok 1000%-os odaadással végeztek minden munkát. Egy-két betegségtől eltekintve gyakorlatilag mindenki végezette az egész idényt. Én azt gondolom, hogy ennek meg kell, hogy legyen egy gyümölcse. Az előbb említette, hogy talán a frissesség még hiányzik a csapatban. Ez hogyan lehet, hogy a rajthoz két másfél héttel rajt előtt ezt így, hogyan lehet frissíteni a játékosokat ilyen munka után? Nyilvánvalóan olyan jellegű edzéseket kell majd tartanunk a következő két hétben, ami ezt a frissességet hozza magával. Talán kicsit több pihenő, kevésbé megerőltető edzések, és hát arra is kell figyelni, hogy megfelelő mennyiségű pihenőt kapjanak a játékosok elsőben a családjaik, szeretteik körében, mert szerintem azt tölti őket a legjobban.